Bodnár Kristóf mennyire okozott neked meglepetést? Nekem komoly meglepetést okozott. Azok a hírek, amik hozzám eljutottak, az alapján nem gondoltam, hogy itt tarthat. Azt korábban is tudtuk, hogy zseni, és egy egyedi utat jár. De az, hogy olimpiához közeledve ilyen előzmények után itt tart, ez engem is őszintén meglep, és inkább az fogalmazódik meg bennem, hogy óvaintek mindenkit attól, hogy ezt utánozni akarja, mert a világ egyedés megismételhetetlen. Mint ahogy az volt az Egerszeg is, a Darnyi is, a Hosszú is, még ha másképp is. Ő így tud úgy látszik produkálni, élete csúcs időszakában van, reméljük a legjobbokat. A másik olimpiai bajnokunk, aki most ért vissza Hosszú Katinkáról, 200 vegyesen 4 másodperc hiányzik neki a szinthez. Ez, mit gondol, hogy ez teljesíthető? Hát attól függ, mert ha most lehet, hogy a 2 hónappal ezért kell fölállni rajtkörre, akkor meg 16 másodperc lett volna, nem tudjuk. Tehát ez megint csak olyan, hogy nem láttam még ilyet én az életemben, ismertem egyet. Nemrég hunyt el Székely Éva néni, Isten nyugasztalja, aki szülés után vissza tudott jönni és nemzetközi szinten tudott úszni, de ebben a modern sportban, ezekben az évtizedekben, az intenzív szakaszban én ilyennel nem találkoztam. Lehet, hogy igen, adja a jó, hogy drukkolunk neki. Kik azok, akikkel kiemelkedő teljesítettek, akikkel nagyon elégedett, illetve a túloldalon, akik talán csalódást okoztak? Utóbbira nem válaszolnék, mert annak is sok oka lehet. Aki nagyon kellemes, nyilván a Jekyll Vivien a 400 méter női vegyesben a 15 évével. Kellemes meglepetés volt a Telegdi Kapás házas pár is, mind a kettőnek álszint, illetve induló helyre kerültek. De nekem tetszettek azok is, akik szeptember óta végig versenyeznek mindent, és 2 hónapra még a VB-n voltak, mondjuk, mint a Németh Nándor, vagy a Márton Richárd, vagy akár a Kovács Benedek. Ez mindegy más jellegű felkészülés és más jellegű formábozás lesz, de úgy látom, hogy elég erős csapatunk lesz az olimpián. Szeretnék külön lelkedezni Jekyll Vivienre, hogy meglepte egyébként a teljesítménye, mert róla szóltak tegnap a hírek a sajtóban, mert szerintem mindenkit meglepett, hogy van egy ilyen úszónk 15 évesen. Nézd, 2 vagy 3 évvel ezelőtt ott már összefolyik. Megjavított az Egerszegi Krisztina korosztályos csúcsát 400 vegyesen több mint 10 másodpercre. Na, mi akkor kaptuk fel a fejünket, most már olyan nagyon nem. Azóta az érdeklődéssel figyeljük és várjuk, és folyamatos a javulása és a fejlődése, ez pedig kifejezetten nagy durranás volt. Ez a legutóbbi felnőtt EB-t megnyerte volna, az olimpián talán 4. vagy 5. lett volna vele, ez nagyon komoly, 4. Ez egy nagyon komoly időeredmény. Figyeljünk rá akkor ezek szerint Párizsban. Hát én nagyon figyelek, és nagyon természetesen drukkolok neki.